Hello, sziasztok! Jó estét mindenkinek! Minden gyereknek, de legfőképpen Andrásnak és Annának, az én fiamnak, meg a lányomnak, akikhez 7 nap múlva mehetek haza. Ez már csak egy hét, remélem már nagyon hamar elmúlik, és végre együtt bunyózhatunk, meg zenélgethetünk otthon. Képzeljétek el, hogy remélem megtanultatok azt a versikét, amit 2 vagy 3 nappal ezelőtt mondtam el nektek. Ugye Vörös Sándortól H. Világ Rigó lenne, viszont találtam egy másikat. Ja, bocs, remélem, ma mindnyájan pizsibe vagytok, jól kezet mostatok szappannal, és fogat is mostatok. Ugye? Közben én találtam még egy nagyon-nagyon jó versikét, másik nagy kedvencem, ugye Kányádi Sándortól, és hát megpróbáltam alá gitározni valamit nektek, hogy kicsit ilyen nótás vagy dalos formába öntsem. Remélem, hogy nem rontom el a szöveget, és elmondom most nektek, az a címe, hogy Ne félj. És ez nagyon fontos, hogy ne féljünk. Ne félj, ne félj, múlóban már a tél, a nap lassan új erő. Félni, de okosnak kell maradni, és nagyon fontos, hogy maradjatok otthon, amennyit csak lehet, illetve ha ki is mentek, akkor sajnos ne találkozzatok másokkal, messziről integessetek, megbeszélgessetek a barátaitokkal, hogyha lehet. No de, hogy ne legyünk ilyen szomorkásak, ezért hoztam nektek egy nagyon-nagyon vidám mesét. Még mindig ebből a könyvből dolgozunk, 77 magyar népmese, ennél nincs jobb a nap alatt, higgyétek el, egyik Bogyó és Babóca se ér ennyit, meg az összes Disney mese, mint ez. Remélem, le is tudjátok majd rajzolni. Na, nagyon figyeljetek! A mesénk címe: Adj Isten egészségére! Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy király. Ez a király olyan hatalmas volt, hogy ha eltűszentette magát, az egész ország népségének rá kellett mondani: Adj Isten egészségére! Minden ember mondta, csak a csillagszemű juhász nem akarta mondani. Megtudta ezt a király, nagyon megharagudott, maga elé hívatta a juhászt. Elmegy a juhász, megáll a király előtt. A király pedig trónusán ült, és igen hatalmas volt, no meg rettenetesen mérges. Ilyen mérges volt. Ti is tudtok mérgesek lenni? Mutassatok ilyen mérges arcot. De akármilyen hatalmas volt, akármilyen mérges volt a király, a csillagszemű juhász mégsem félt tőle. Mondd mindjárt, adj Isten egészségemre, rivált rá a király. Adj Isten egészségemre, szólt vissza a juhász. Nekem, 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 te korhely, te betyár! Nekem, 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 felséges úr, feleltem az. De nékem, én nékem, ordított a király, és mérgesen verte a mellét. Nékem, hát persze, hogy én nékem, mondta megint a juhász, és szeliden verte volna a mellé. Már akkor a király nem tudta, mit tegyen mérgében. Beleszólt a hopmester. Azt mond te, tüstént azt mond, adj Isten egészségére, mert ha nem mondod, halálfia vagy. Nem mondom én addig, amíg a király kisasszont nekem nem adják, felelte a juhász. A királylány is ott volt a szobában. Királyapja mellett ült egy kisebb trónuson, és olyan gyönyörűségesen szép volt, akár csak az aranygalamb. Elnevette magát a juhász szavára, mert neki is megtetszett a csillagszemű juhász. Jobban megtetszett, mint minden királyfi. A király erre azt parancsolta mérgében, hogy vessék a juhászt, tüstént a fehér medve tömlöcébe. El is vitték a darabontok, tudjátok, ők azok a királynak a testőrei, meg az őrei, akik vigyáznak rá, meg hallgatnak a szavára. El is vitték a darabontok, és bevetették a juhászt a fehér medve tömlöcébe. A medvének akkor már 6 napja nem adtak enni, hogy annál dühösebb legyen. Mikor az ajtót betették, mindjárt megrohanta a juhászt, hogy széttépje és felfalja. De amikor a csillag szemét meglátta, úgy megijedt, hogy majdnem magát falta fel. A legtávolabbi szögletbe kucorodott. Onnan nézte, de bántani nem merte, pedig olyan éhes volt, csak úgy nyaldosta a talpát az éhségtől.
A juhász meg le nem vette róla a szemét, és hogy ébren tartsa magát, nótákat fújt. Tudta, hogy ha elaludna, a medve rögtön széttépné. Reggel jön a hopmester megnézni a juhász csontjait. Hát látjám, hogy ennek semmi baja. Felvezette a királyhoz. Az rettenetesen megharagudott és kérdezte. Na most közel voltál a halálhoz? Mondod-e már adj Isten egészségemre? De a juhász csak azt mondta. Nem félek én 10 haláltól sem. Csak akkor mondom, ha a király kisasszont nekem adják feleségül. Eredj hát 10 halálba! És a király megparancsolta, hogy vessék a juhászt az óriás sündisznók tömlöcébe. Be is vetették a darabontok. A tüskés disznóknak nem adtak egy hétig enni, hogy annál gonoszabbak legyenek. Amint a disznók neki rohantak, hogy felfájják, a juhász kivett szűre ujjából egy kis furuját. Elkezdett rajta furujázni. Erre a disznók visszahökkentek, és egymásba kapaszkodva táncba ugrottak. A juhász kacagni szeretett volna, amikor az ormótlan állatokat táncolni látta, de nem merte abba hagyni a furujázást. Tudta, hogy akkor mindjárt rárohannak és felfájják. Ezeknél hiába volt csillagszeme, a 10 disznónak nem nézhetett egyszerre a szeme közé. Addig fújta, hogy nem győzték már az aprózást, és egészen kifáradva egy rakásra dőltek. A juhász csak nevetett, de úgy nevetett, hogy még reggel is, amikor a hopmester jött megnézni, maradt-e valami a csontjaiból, könnyek futottak az arcán a nagy kacagástól. Fölvezették aztán a királyhoz. Az most még dühösebb volt, hogy a disznók sem tudták elpusztítani a juhászt. Mondja neki, na, most közel voltál 10 halálhoz, hát mondd, de már adj Isten egészségemre. A juhász belevágott a szóba. Nem félek én 100 haláltól sem, csak akkor mondom, ha a király kisasszont nekem adják feleségül. Eredj hát 100 halálba, kiáltotta a király, és megparancsolta, hogy vessék a juhászt a kaszásverembe. El is vitték a darabontok a sötét tömlöcbe. Ennek a közepén egy mély kút volt, körülrakva éles kaszákkal. A kút fenekén egy mély cseség égett, hogyha valakit belevetnek, meglássák, leért el fenekére. Ahogy oda vitték a juhászt, arra kérte a darabontokat, hogy menjenek ki egy kicsit, míg ő belenéz a kaszásverembe. Talán még meggondolja magát, mondja a királynak, adj Isten egészségére, gondolták a darabontok, és kimentek. A juhász felállította a verem mellé a fokosát, arra ráakasztotta a szűrét, a tetejébe meg a kalapját tette. De előbb még a tarisznyáját is felakasztotta, hogy test is legyen a szűrben. Akkor aztán kiáltotta a darabontnak meg, hogy már meggondolta, ő bizony mégsem mondja. A darabontok odamentek, belökték a szűrt kalapot tarisznyát a verembe. Utána néztek, mint oltották ki a mécsest. Azután egészen megnyugodva, hogy most már igazán vége a juhásznak, elmentek. Az pedig a sötét szögletben csak nevetett. Másnap jön a hopmester a lámpással, hát majd hanyatt esett, ahogy meglátta a juhászt. Felvezette a királyhoz. Az most még sokkal mérgesebb lett, de azért mégis megkérdezte. Na, most már 100 halálban voltál, mondod-e már adj Isten egészségemre? De a juhász csak azt felelte. Nem mondom én addig, még a király kisasszod nekem nem adják feleségül. Talán olcsó bért is megalkuszunk, gondolta a király, majd a kincsek elkápráztatják. Látta már ugyanis, hogy semmi módon el nem pusztíthatja el juhászt. Megparancsolta tehát, hogy fogjanak be a királyi hintóba. Akkor maga mellé ültette a juhászt, és elhajtatott az ezüst erdőbe. Ott így szólt hozzá. Látod ezt az ezüst erdőt? Ha azt mondod, adj Isten egészségemre, neked adom. A juhász elhűlt, de azért mégis így felelt. Nem mondom én addig, míg a király kisasszont nekem ne adják feleség. A király elszomorodott. Odább hajtatott. Elértek az aranyvárhoz. Ott ezt mondta. Látod ezt az aranyvárat? Ezt is neked adom az ezüsterdőt is, csak mondd azt, adj Isten egészségére. A juhász csak ámult, bámult, mégis ezt mondta. Nem, nem mondom addig, míg a király kisasszont nekem nem adják feleségül. Erre a király nagy búna keresztette a fejét, odább hajtatott a gyémánt tóig. Ott azt mondja, látod ezt a gyémánt tavat? Még ezt is neked adom. Ezüst erdőt, aranyvárat, gyémánt tavat, mind-mind neked adom, csak azt mond nekem, adj Isten egészségére. Már akkor a juhásznak be kellett hunnia a csillag szemét, hogy ne lásson, de mégiscsak azt felelte. Nem, 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 nem mondom addig, míg a király kisasszont nekem nem adják feleségül. A király látta, hogy nem boldogul vele, megadta magát. No, nem bánom, hozzád adom a lányomat, de aztán mondám nekem igazán, hogy adj Isten egészségére? Mondom, hát hogy ne mondanám, persze, hogy akkor mondom.
A király ennek nagyon megörült. Kihirdette, hogy örüljön az egész ország népsége, mert a királylány férhez megy. Tartottak aztán olyan lakodalmat, hogy az egész országban mindenki evett, ivott, táncolt, még a halálos betegek is, még az aznap született gyerekek is. De a királyházánál volt a legnagyobb vigasság. A legjobb banda ott húzta, a legjobb ételeket ott főzték. Tenger népült az asztal körül, a jókedv a házfedelet emelgette. De amint a vőfély felhozta a tormás disznófejet, s a király maga elé vette, hogy szétossza, akkor egyszerre csak nagyot tüsszentett a király az erős tormától. Adj Isten egészségére, kiáltotta a juhász legelőször. A király ennek úgy megörült, hogy örömében menten szörnyet halt. Akkor a csillagszemű juhász lett a király. Igen jó király lett belőle, soha se terhelte a népét szeszélyeivel. Igen szerették, mert nagyon jó király volt. Még talán mindig uralkodik valahol. Jó éjszakát, gyerekek, vigyázzatok magatokra. Sziasztok!